İşte na, szevasztok srácok, itt vagyunk egy újabb Gran Turismo 7 gameplay videóban. A legutóbbi alkalommal elgurult egy kicsit a gyógyszerem, remélem ez most nem fog megtörténni. Itt vagyunk a sport részlegem, újfent, és írtatok sokan, hogy ezt a legelső versenyt, tehát a balról az első versenyt nem igazán érdemes nyomatni, mert sokkal hülye, meg stb. És a GT autós versenyekben már egy picit, egy fokkal értelmesebbek az emberkék. Úgyhogy most ezt fogjuk megnézni, ez egy 12 körös verseny, 16 autóval. Time required 25 perc, itt nagyjából 25 perc, gondolom azt jelenti, hogy annyi lesz a verseny. Délben indul a következő, úgyhogy van időnk még itt, ez ritkábban indul, van időnk egy kicsit gyakorolni, mert semmit nem tudok egyébként arról, hogy a féktávok az ott autóval milyen lesz, hogy lesz. Nyilván a garázsban nekem nincsen GR2-es autóm, úgyhogy bérelni fogunk egyet, és qualifying time trial-t fogunk nyomulni, és NSX-el szeretnék menni, én arra gondoltam. Nyilván itt van a GTR is, de meg kipróbáljuk az NSX-et, hogy mit tud. Tökéletes lesz ez a szín. És nagyon kíváncsi vagyok az autóra, hogy mit fogunk tudni alkotni. A pálya hát úgy relatíve nagyjából megvan. Túlzok amúgy, tehát hogy úgy relatíve van meg. Nézzünk egy settings-t, ahol egy ismerősünknek sincs még itt ideje. Traction control 0, nagyszerű, nyilvánvalóan szekvenciális váltóval fogunk menni. Na nézzük meg. Megpróbálunk alulról építkezni. Ugye ezen mentünk a GTO-val is. Úgyhogy nagyjából a nyomvonal az megvan. Kíváncsi leszek. Itt már azért van tempó bőven. Meg majd gondolom lesz kerékcsere is. Korai féktáv. Alulról építkezünk, mint mondtam. Nagyon jó a kocsi. Értelemszerűen. Mennyivel jobban fordul, mint a GTO tette. Jó lesz. Basz meg. Mennyivel gyorsabban történik, mint a GTO-nál, azt a kurva. De bátortalan még egyelőre. Mindegy, miért körünk van? Amiben azért volt hiba bőven, ez már csak javulni fog innentől kezdve szerintem. 1.35 eleje.
8 tized. Majdnem. Egy 31-8. Na jó van, a legjobb időnk az egy 1.31.8.36. Még ebben is maradt bőven, de most erre volt időnk, ezt olyan 7-8 kör alatt tudtuk megfutni. Érdekes lesz a verseny, főleg ugye, hogy itt azért lesz majd valószínűleg kerékcsere is, meg hát a box kiállás értelemszerűen ezzel adódik. Úgyhogy megnézzük majd mindenképpen, hogy mi lesz itt. Mindenesetre jelentkezünk a versenyre. Enter. És ezen esik szel. Még egy olyan 15 perc van hátra, kb. 13 körülbelül, 12, és akkor megindulunk neki. Nyilván az első versenyem a kategóriában, szóval nem tudom, hogy milyen szinten mennek, meg hogy azt tudom, hogy az időm az mennyire lesz elég, szerintem szokás szerint nem az utolsó helyről megyünk, de így szerintem így a középmezőny aljáról fogunk rajtolni körülbelül. És mivel egy hosszú versenyről beszélünk, mert tényleg hosszú versenyről beszélünk, így azt kell magamban is tudatosítani, meg nagyjából az elképzelés, hogy végigmegyünk a versenyen, és tényleg a saját tempónkba türelmesen végigmegyünk. Megpróbálunk türelmesek lenni, és megpróbálunk higgadtak maradni, ez lesz még a nagyon nagy kihívás nekem, amúgy is régóta így ez problémám, hogy van egy pont, amikor már annyi szivatás megy, hogy nem tudok normálisan tehát nem tudok higgadt maradni. Na, 1.34.31-jel az első helyről rajtol a Steve O. Hát a Jackass után kicsit más karriert vett az úr. Mi pedig így, hát így franc tudja, 9.-10. helyről megyünk kb. Szóval, mint mondtam, nem utolsó helyről, hát be a tömegből, telibe a tömegből. Úgyhogy izgalmas lesz az első kanyar, az már biztos. 9. helyről, egészen pontosan 9. helyről rajtolunk. Subscribe to YouTube channel CP Motors. Ez már nyomja ott a promót. Good luck all. És akkor van egy egyszeres gumikopás, amúgy meg egyszeres üzemanyagfogyasztás, szóval szerintem nem is fog kelleni majd abroncsot cserélni. Live streaming on YouTube, CP Motors. Wow, benne vagyunk egy live streamben. Yeah. Na, az nagyon jó lesz, srácok, akkor több content is indul. Hogy a francba ír már be ilyen gyorsan valamit? Na jó, tényleg srácok, saját tempó, nyugodtan, féktávok, izé. Fú, bazd meg. Required tires, racing, medium. Nem tudom, hogy mi mentük egyébként a gyors kört, őszinte leszek, fogalmam sincs, milyen gumi volt rajta. Remélem, hogy a medium volt rajta. És nem fog váratlanul érni bármi, mert miért mennénk mondjuk softon, na mindegy. Jó. Ilyenkor elönt az adrenalin, ilyenkor izgulás van nagyon. Ez milyen fasz? Jó, radarra átkapcsoltunk, nincsen, izé, traction control. Repülő rajt. Megpróbál kimaradni mindenféle balhéból, de közben meg ugye az a nehéz a versenyben, hogy agresszívnak is kellene, tehát nem kéne feladni a pozíciókat soha. Ez a nem egyszerű az egészben. És ez a nagy kihívás. Ugye nyilvánvalóan ez az igazi motorsportnak is. Most oké, most én itt egy gép előtt ülök, de ez a fő titka, hogy legyél türelmes, legyél higgadt, de közben agresszív is. Azt a kurva. Na jó, hajrá! Ez bazd meg nagyon idegesítő, mert most akkor megint fél órát kell várni, legalább a következő versenyig. Igen, az etik, ezt egyszer már kinézni ezt a videót, de még nem volt türelmem hozzá, megmondom őszintén, nem kell guidance, köszönöm. És 12.30-kor indul a következő verseny. Kösz. Nézzük újra. Itt a 8. helyről rajtolunk, remélem, hogy ez sikerülni is fog most már. Jobb időt nem tudtunk menni, ugye, az 1.31.8.36-nál, de basszus, az 1.38-on belül 4-en is vagyunk. Azért az komoly. Aztán az 1.31-en belül vagyunk jó sokan. És itt megint egy 1.30.186 a legjobb idő. Bassz meg, az 1,6-7 másodperccel jobb.
Azt a kurva. Úgyhogy, na jó, marad minden úgy, ahogy eddig, srácok. Mögöttem egy A SR, tehát safety ratinges emberke indul. Hála Istennek. Köszönöm, van ott B-s is. Lesz itt azért szerintem lögdösödés, majd meglátjuk. Úgyhogy nagyon kimérten kell menni, észre kell menni. Ahogy azt már előbb is mondtam, az egy jópofa, hogy belekerülsz így a zónába, és csak így egy pillanatra kiránt belőle a játék. Nem, mégsem indul, mégsem ész most. Átkapcsoljuk a radarra. Megindul a gurulás. És hát remélem, hogy végig tudunk menni normálisan, akár még előrébb is lépve. Ugye, mint mondtam, nem lesz box utca, nem lesz kiállás. Reméljük, hogy most el is tudunk rajtolni. Ha nem, akkor nem lesz videó. Nagyjából ez történik most, ez jár a fejemben. Jó, verseny, verseny, verseny. Vissza kell kerülni a zónába. Most jó. Ez gyönyörű volt Istvánom. Szépen bekúszott ide féktávom. Az én hülyességem volt. Ezt jól csinálta nagyon. Tiszta volt. Nem baj. Fel fogjuk venni a tempót. Bazd meg. Jól lecsúsztam. Nagyon nyugi, 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 nyugi. Saját tempó. Csak a saját tempó. Nem kell túl erőltetni. Jó, gyorsan kialakultak a geppek amúgy. Jézus, mi történik? Oh! Folyamatosan dobom el a helyeket amúgy. Hoppá. Persze. Gyere nekem, tesó. Valami történt. A szélárnyék az a ő részükön van. Hopp, egy bünti. Hatodik helyen autózunk ilyen pillanatban. A versenytempó még nagyon nincs meg nekünk. Az érződik, látszik is. Most kezdtük meg a második kört. Levédjük ezt. Próbálkozni ér. Óvatos kigyorsítás, hatodik hely egészen stabilan tud maradni. Bár folyton közelít hozzám a mögöttem lévő négy spanyol úr. Az egy kicsit elszart kanyar, itt most lehet, hogy be is fogja szúrni. Nem, nincs mellettem, jó. Ez nagyon elbasztam. Saját tempó. Most meg kell adnom neki. Van itt volt. Szóval rossz a kigyorsítása. Kiment valaki. Nem, azt hiszem kimegy a boxba, te jó ég. Hetedik helyért. Egy relatíve egész tiszta a verseny. Ami engem érint. Á, bazd meg. Nem akartam neki menni inkább. Inkább fékeztem időben, beszartam. Az a helyzet. Ez az.
de lassú az a kigyorsítást. Szentséges Szűz Mária. Nem baj, a spanyol, ami itt elleszünk. Az biztos. Kicsit küzd a tapadással a fiú. Van traction control valamiért. Nem tetszik. Most nem tudom kikapcsolni. Mi a szarnak van? Nem is értem, miért volt. Direkt megnéztem, mielőtt még elkezdtem volna, hogy ne legyen. Minek kapcsolja be? Na Istenem. Nullán volt, amikor a próbaköröket mentem. Hoppa, büntike! Kis pályalevágás. Nem tudom, miért nem használom ki jobban a szélárnyékát amúgy. Simán tud engem húzni. Becsúszunk az ívről. Én érzem, hogy a traction control be volt kapcsolva eddig. Sokkal bátrabban gyorsítottam ki eddig. Le kell szolgálni azt a büntetést. Mögöttem lévőktől folyton húzunk el. Szóval relatíve biztos ez a pozíció. Mármint, hogy ez a 6-7. Ezt akarom mondani pontosabban. Na jó, ötödik kör. De korai féktáv, szent Isten. Nem tudom, miért vettem ilyen korai féktávot. Teljes jogos kérdés lehetne. Nem akartok büntető fékezni, meg nem, nincs ilyen bennem egyáltalán. Most ez lassabb volt, mint az övé. Nem baj, saját tempónkat autózzunk, ahogy eddig is. És az rendben lesz. És itt már látom is a többieket. Á, lecsúszunk az ívről, hál' Istennek. Á. Hoppá, ré. Egy nagy hiba. Utána ötödik helyen vagyunk. Panaszkodok. Jó, sokkal jobb kigyorsítást tudtunk venni, mint a spanyol. Hogyha ezt a tempót tudjuk tartani, és az 1,1 másodperc, ez 1 másodperc marad, akkor már a szélárnyékból is kikerültünk, hál' Istennek, nem húzunk neki most éppen. Ezt kéne tartani. Nagyon belassulok ennél az első kanyar, nagyon óvatosan veszem. Nehogy letérjek az útról, bazd meg, és csak sikerül! Ó, bazd meg! Faszom! Milyen hülye, nem lehetek! És ott is van az egy másodperces... Bazd meg! Egyszer kezdek el azon gondolkozni... Mindegy. Azt nagyon elbasztam. Egy másodperc az nem kevés büntetés. Lehet, az ötödik helyről valószínűleg le is mondhatunk ezzel a manőverrel. Nyilván azt ő is tudja, hogy ez nem volt szándékos ütközés.
amikor a büntetést azt értem, saját hibámból kifolyólag okoztam balesetet. Az meg, de ilyen hülyeségen érted, hogy... Hoppáré. Ilyen baromságon, hogy lemegyek a fűre. Elképesztő, micsoda hülye vagyok, de tényleg fáj. Hoppá. Jézusom, bazd meg. Úristen, követem ám. Mindenesetre most le fogom tölteni itt a... Amúgy nem túl konzisztens a spanyol sem. Most letöltöttem nyilván az egyenesben. Utol is fognak érni. Behúzódok jobbra. Meg tud előzni kívülről. Nagyon lassú volt. Még eddig is amúgy elég jól el tudtam húzni ezektől itt, úgyhogy talán tőlük annyira nem tartok. Amúgy szép manőver volt nagyon. Ah. Jó, ez most megadom neki. Engedem, hadd menjem. Megelőzhettem volna, de direkt ilyenkor, hogyha így telibe durrantok hátulról valakit, amit én sem tudtam szeretni, akkor inkább ilyenkor megadom neki az előnyt. Ne legyen ebből probléma. Kérdés, hogy tudja, hogy megadtam-e neki az előnyt. Szerintem ezt a Ridlert, ezt elég hamar meg fogjuk enni. Nagyon érdekesen megy a fiú. Húz nekem egy kis szélárnyékot, az mindig jó. Kiment? Kiment a boxba? Ki kell menni? Miért kéne? Érdekes. Ki kell menni egy gumit cserélni? Számomra ez új info amúgy. De én nem fogok kimenni gumit cserélni. Lehet, hogy ő gondolta úgy, sose lehet tudni. Na, kicsit belehúzott a csávó. Mi is így teszünk. Ez most egész jó kanyar volt. De nem fordul már amúgy. Ilyen hülyeségen ezt elbukni amúgy. Szépen megy, most megtanulta, hogy kell menni. Mögöttünk lévőktől szakadunk el, hál' Istennek. Egyébként nem vettem volna észre, hogy más kiment volna amúgy a boxba. Őszinte leszek. Mert hogy maradt nagyjából ugyanaz a sorrend, mint eddig. Bazd meg a rázó! A rázókő megdobott. Hát ez kár érte. Hát ez... És nem tudok elindulni sem normálisan. Kitűnő. Meg kell várnom azt is. Ez az én hibám. Ez abszolút az én hibám, srácok. Senkit nem is hibáztatok. Baszik, nem tudok meg... Hihetetlen. Hát ez sajnos úgy alakult, ahogy én gondoltam. Vagy ahogy nem azt, hogy gondoltam, de az, amitől féltem. Most a rázóra jobban rámentem, és ennyi. Élet, tehát kár volt. Ezen ment el. Előtte egy még ostobább hiba, még feleslegesebb hiba történt. Egészen konkrétan az a
amikor fűre mentem le. És itt vagyunk, szerintem az utolsó helyen, így van, a teljesen utolsó helyen. Ügyes vagy, Istvánom. Nagyon ügyes vagy. Ezzel megpróbálom még javítani, mert szerintem fogunk tudni ezen. Legalább utolsó helyet ne szopjuk be. Van még három kör elvégre. Sos lehet tudni, mi történik még addig, ugye? Úgyhogy nem adom fel. És nem vagyok ideges, nyugodt maradtam. Egy nettó fasság dolog miatt ment el ez most. Valóban a nettó hülyeség. Nem figyel, nem, arra figyeltem, hogy közelítek az előttem lévőre. Szélesebben vettem, rázó, úgy dobta ki alól, mint a szar. Jézusom, hogy megy az? Aj, de lecsúszok az ívről. Akarom a csúcspontról akarom mondani. Jézus Atya Isten! Jó, 4 másodperces büntetés. Hát jobban járok, hogyha be sem megyek melléjük amúgy, esküszöm, azon gondolkoztam, mert... Jézusom! Kicsit crazy. Majd az egyenesbe lefogom őket szépen hagyni, amikor meg leszolgálják büntetésüket. Figyelj, még le fog nyomni? Nem biztos. Nem jó. Jó. Jó, az utolsó helytől megmenekültünk azért, de még így is lejjebb vagyunk. A következő ember az 6 másodperc, lassan 7 másodpercre van tőlünk. Én azt gondolom, ha csak nem csak megint egy ekkora nagy baromságot, mint amit most sikerült az előbb, akkor szerintem ez a 13. hely fog maradni végül. Hogy egy büntetést fog maga után hozni, így van. Szerintem nem volt az akkora levágás amúgy, de mindegy. Nagyon érzékenyek. De! Kimennek! Kimennek gumit cserélni. Határozottan kimennek gumit cserélni. Még lehet, hogy ez nem tudom, hogy kötelező-e, de én nem láttam erre felhívást. Miért mennének ki másért? Nem lenne kötelező, senki nem menne ki szerintem. Na mindegy. Én nem fogok kimenni amúgy gumit cserélni, megnézem mi akkor, ha nem megyek ki. Igazából teljesen mindegy, most maximum mi fog történni, tehát hogy utolsó leszek, az kész. Tök mindegy már ezen a ponton amúgy. Legalább megtudom azt, hogy ki kellett volna menni. Fél másodperc leszolgálva. Wow! Ezt a kurva. Mivel most iszkod az én kezem is. Utolsó kör. Meglátjuk. Nem, tényleg nem tudok mit felhozni mentségemre, és nem is akarok. Ez nettó elbénáztam. Én ismerem azt, hogy én vagyok a hülye. És ha azért is megbüntet, megőrülök. Azért most nem úgy látszik. Azért tapadáshoz vesztettünk jó sokat ezzel a gumival.
bazd meg. Gyönyörű. Majd most kiderül. Yellow flag. Hoppáré. A spanyol! Hello! De az valami másik lesz szerintem. Nem. Mi kell? De szerintem amúgy ki kellett volna menni gumit cserélni. Majd mindjárt kiderül. Ma nagyon kíváncsi vagyok. 12. hely. Nem, nem 12. hely. Ki kellett volna menni gumit cserélni. Nem. De kaptam büntetést. A gumi. Ah, nem mentem ki gumit cserélni, igen. Az egyperces büntetés miatt. Na, akkor ezt is tudjuk, hogy ki kell menni gumit cserélni. Na most, hogy meg fogom nézni, ez valahol írja el, hogy ki kell menni, mert nekem ez most így tényleg nem volt egyértelmű. Őszinte leszek. De nem vagyok utolsó, mert Beaver diszkvalifikálták. Úgyhogy utolsó nem lettem legalább. Nem, amúgy ez egy jó verseny. Amúgy ez egy jó verseny, csak egy nyilván több időt kell gyakorolni, meg többet kell menni, több versenyt kell menni. És akkor úgy az ember jobban beleérez a versenytempóba. De az most nekem nem volt meg. Mert így is több idő lett rászámva erre az egészre, mint én terveztem. Ugye még itt ki is dobott az előzőből. Várjál, mert jönnek be itt az idők. Most már 14. helyen vagyok. Picit jobb lett. Most nem tudom, mi történik konkrétan. Tök mindegy, mert 8. helyről vagy 9. helyről, 8-ról indultunk. Úgyhogy visszaestünk így is, úgy is. Kis kreditet azért kapunk érte. Kaptunk egy rulettet. Nem volt a legszebb versenyem az életemben, az is biztos. Voltak az izgalmas pillanatok. De hol írja azt, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol írja azt, hogy kell box utcába menni? Hol írja? Hogy csak az én figyelmetek? Figyelj! Tehát, number of laps 12, number of cars 16, start type formation, fuel consumption rate, tire wear rate egyszeres. Oké. Okay. Na itt mi van még ide írva? Kategória GR2, wide body, prohibited, nitrous, nem lehet. Tire choice ott van, require tire type, R racing medium. BOP tuning forbidden on. Car used, garage car, event specific car, car setting specified, mechanical damage light, shortcut penalty on, car collision penalty on, pit lane cutting penalty on. De hol írja nekem le azt, hogy ki kell menni gumit cserélni? Ezt valaki mondja már el nekem, mert én ezt a Gran Turismo Sportban se láttam. Na mindegy is. Köszönöm szépen a figyelmet, srácok, remélem azért élvezni tudtátok. Sziasztok, jöhet az out. Szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába. Na csáá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 á